Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. szeptember 25-én este 7 órakor. Mindjárt kezdünk. Szép világnapja, ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az állatpark látogatóit. Szelektív szombat, a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem ünnepe. Autómentes nap, közel 100-an vettek részt a kerékpáros felvonuláson. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktató Kórház idén is csatlakozott a Szív Világnapjához. A szakemberek a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai megelőzésére, valamint a szűrések fontosságára hívják fel ilyenkor a figyelmet. Ezek a megbetegedések hosszú ideig tünetmentesen zajlanak a szervezetben, ezért a legnagyobb veszélyt a szűrővizsgálatok elhanyagolása jelenti. Idén is sok volt az érdeklődő a szívvilágnapi szűrővizsgálatokon, ezúttal az állatpark előtt várták a látogatókat. A kórház szakemberei ingyenes rizikófaktorméréseket végeztek, az eredmények volt, hogy igen meglepték őket. 200-as, ez nagyon sok, tehát erre most szerintem adunk egy gyógyszert, ne tessék már elmenni anélkül, és akkor vissza fogom mérni a vérnyomást, mert ez most nagyon magas, adok egy vérnyomásnak napotot. Ács Györgynek 205 volt a vérnyomása, így gyorsan kapott is egy gyógyszert, illetve egy vérnyomásnaplót is, az ápolók pedig megkérték, hogy maradjon még a vizsgálat helyszínén. Szédülés az állandóan, cukros is vagyok, úgyhogy a szemem is rossz, borzasztó. Az ingyenes szűrővizsgálat vérnyomás és vércukormérésből állt, valamint testtömegindexet is mértek a szakemberek a Szívvilágnapján. 2000-ben hirdette meg a Szívvilágszövetség ezt az egészség megőrző programot, amelyhez Magyarország már rögtön csatlakozott, és azóta minden hónap szeptember végén egyszerre szerte a világon kerül megrendezésre ez az egészség megőrző nap. A jelentősége a napnak, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a szív- és érrendszeri betegségek fontosságára, azért, mert még minden fejlődés ellenére, ami végigment az egészségügyben, a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálokat szerte a világban, és Magyarországon is. Az ingyenes lehetőséget sokan kihasználták vasárnap, egymást érték a városlakók a szűrőasztaloknál. Az évemben problémák voltak korábban, szívritmus zavarom volt. Már az elmúlt évben, a legutolsó tesztemen ez helyreállt, és mondom, minden évben kell elmennem, úgyhogy ez jó kis kontroll lesz, hogy ide eljövök és megnézem az adataimat. A Szívvilágnapi kezdeményezés azért is fontos, mert a szív- és érrendszeri betegségek hosszú ideig tünetmentesen zajlanak a szervezetben. A legnagyobb veszélyt a szűrővizsgálatok elhanyagolása jelenti. Ennek is köszönhető, hogy éves szinten a halálozások feléért ezek a kardiovaszkuláris betegségek felelnek, pedig a rendszeres mérésekre csak néhány percet kellene szánni naponta. Azt szoktunk mondani, hogy vérnyomást mérni azt napjában legalább kettőször kellene. Értelemszerű vagy a legegyszerűbb, hogyha reggel felkelés után 5 perccel nyugalomban és lefekvés előtt 5 perccel nyugalomban megmérik a vérnyomást. A vérnyomásmérésnek van technikai háttere, tehát vannak fontos tényezők, amit érdemes betartani, hogy értékelhető, az orvos számára értékelhető vérnyomás értékek kerüljenek leírásra. Nagyon fontos a vérnyomásnapló vezetése, amelynek eredményével érdemes a házi orvoshoz menni, mert ő ebből tud dolgozni, a vérnyomás csökkentő terápiát ez alapján tudja beállítani. A prevenció fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása ellen is nagy segítség lehet a rendszeres testmozgás, a megfelelő és egészséges életmód, valamint a rendszeres szűrővizsgálat. Lengyel Máté megint provokál. Válasza a Nyíregyházi volt jobbikos, most éppen Momentumos képviselő Facebook bejegyzésére címmel sajtóközleményt küldött szerkesztőségünknek a Fidesz-KDNP Nyíregyházi frakciója. Mint írják, Lengyel Máté, aki nemrég még a Jobbikban szolgálta Vonát, Schneidert, Jakabot, Gyöngyösit, aki egy éve még Dobrev Klárát is ölelgette a jelöltségét cserébe, s aki most elhagyva a Jobbik süllyedő hajóját már a Momentumot szolgálja, újra a balhé cítja Nyíregyházán. Ez a megfogalmazásuk szerint politikai szélhámos, aki még egyetlen választáson sem tudott nyerni az önkormányzatba és listára jutott be, most rácsodálkozott, hogy állítása szerint a nyíregyházi polgármester beintett neki.
A Fidesz-KDNP frakció felteszi a kérdést, de arról nem beszél Lengyel Máté, miért is történhetett ez, márha valójában megtörtént. Emlékeztetnek, az üzleti titkok miatt a nyíregyházi önkormányzat csütörtökön zárt ülésén tárgyalt az ipari park fejlesztéséről. A városvezetés részéről 2 órás tájékoztató hangzott el, majd a képviselők több mint egy órán át kérdeztek a témáról. A napirend végén Lengyel Máté minősíthetetlen testületi üléshez nem illő stílusban próbálta oktatni, provokálni a polgármestert. A képviselők nagyobb része ekkor felháborodásának adott hangot. Lengyel Máté pár perc múlva a következő napirend egyikében újra szót kért, ezzel elismerve a durva stílusát, ő kért kétszer is elnézést Kovács Ferenctől, a város vezetőjétől, a provokatív viselkedéséért. Azt mondta, nem volt szándéka megbántani a polgármestert. Ezek után mennyire gerinctelen magatartás az, hogy a közösségi oldalán erről már nem beszél? Teszi fel a kérdést a Fidesz-KDNP frakció. Szerintük konkrétan eltitkolja, elhallgatja a valóságot, majd így fogalmaznak. Kedves Lengyel Máté, szégyellje magát, amikor telekürtöli az országot az ön féligazságával, s elhallgatja, hogy igazából ön hibázott, amiért ott elnézést is kért. Az új pártja, a Momentum, ezt várja öntől? Ilyen belépőt kér az új pártja? De Jeszenszky Andráshoz is szól egy kérdése a nyíregyházi Fidesz-KDNP frakciónak így. Kedves épp, most az MSZP-ből kilépő, a választásokra függetlenné átváltozó frakcióvezető úr, miért nem szólt Lengyel úrnak, ha már nekünk utána azonnal jelezte, hogy ez nem egy helyes magatartás egy politikustól, áll a sajtóközleményben. 13. alkalommal szervezték meg a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem ünnepét, vagyis a szelektív szombatot Nyíregyházán. Játékos, ugyanakkor hasznos feladatokkal várták a családokat, akik szép számmal vettek részt az egésznapos programon. A családi vetélkedő nap fókuszában idén is a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése állt. Mi mama, mi anyagot kér, ez az, jöjjön a kék, ha mi papa, papírokkal ér. Még az Alma Együttes is a szelektív hulladékgyűjtésről énekelt a gyerekeknek a hétvégi szelektív szombaton. Az EAK minden évben több akciót hirdet külön a gyermekek és külön a felnőttek részére, ez a rendezvény viszont közösen az egész családot szólítja meg. Volt memória, tábla, puzzle, labirintus és szelektáló verseny is, de még csapatépítő feladatok is várták a családokat a Kossuth téren. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata a környezetvédelmi alapból támogatja már hosszú évek óta a szelektív szombat megszervezését. 13. alkalommal rendezik meg idén, és hogy miért van rá szükség, a mögöttünk bent a Kossuth téren családok, több száz család egy remek programot élhet át egész nap, és ami a legfontosabb, a társadalom alapjaként a család, a gyermekeinket tudjuk nevelni így a környezettudatosságra, a szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen fontos, hogy ne csak az intézményeinkben történjen ez a fajta nevelés, hanem már a legalapvetőbb részben a családban is a kicsiket erre, és a kicsik által magunkat is erre neveljük és szoktassuk. A játékokat úgy építették fel, hogy a helyes hulladékgyűjtés gyakorlatát tudják elsajátítani a különböző állomásokon a résztvevők, ezért is nevezi ezt a napot a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem ünnepének a szervező Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szombaton a jó idő is adott volt, a színpadi fellépők pedig folyamatos szórakozást kínáltak azoknak is, akik épp sorban álltak egy-egy játék előtt. A szórakozás mellett egy komoly célt is szolgál a rendezvény, gyűjtsünk szelektíven, próbáljunk minél környezetbarátabb módon élni és csökkenteni a szemét mennyiségét. Mérni azokat az adatokat lehet, amit mi kint a hulladékkezelő üzemben mérünk is, az pedig a hulladék mennyisége. És az összhulladék mennyiség növekedésével a szelektív hulladék, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék mennyisége növekedik, és a vegyes hulladék mennyisége pedig vagy stagnál, vagy éppen csökkenő tendenciát mutat. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel,
hogy a nyíregyházi lakosok és a megye lakosai is környezettudatosak, és igénybe veszik azt a szolgáltatást, amit mi nyújtunk nekik, mert részünkről minden feltétel biztosított arra, hogy valaki, hogyha szelektíven szeretne gyűjteni, ezt meg is tudja tenni. Gondolok itt a hulladékudvarokra, gondolok itt a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre, a közterületeken, valamint a házhoz menő járatokra, mert zöld hulladékot, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot, vegyes hulladékot tudnak külön gyűjteni már házhoz menő járattal. Az idei évben már második alkalommal szervezik meg a házhoz hívható lomtalanítást is a társaságnál. Ez a lehetőség a városképre is pozitív hatással van, tette hozzá Petru Árpád cégvezető. Kerékpáros felvonulással ért véget a nyíregyházi autómentes nap péntek délután. Közel 100-an bicikliztek a belvárosban. A kezdeményezéshez 20. alkalommal csatlakozott a Szabolcsi Vármegye székhely, ahol zenés, sportos programokkal, ügyességi kerékpáros versennyel és egy közlekedési totóval várták a városlakókat a Kossuth téren. Az ez évi programok mottója a takarékoskodj az energiával volt. Biztonságosan, különsávban kerékpározhatnak a Bethlen Gábor utcán közlekedők, így sem a gyalogosok, sem az autósok között nem kell lavírozniuk. A város számos pontján épült ki kerékpársáv az elmúlt években, a teljes bicikli úthálózat pedig közelíti a 80 kilométert Nyíregyházán. A feltételek így adottak arra, hogy autók helyett biciklivel közlekedjenek a városlakók, erre próbálják felhívni a figyelmet évről évre az autómentes napon is. Kerékpárgyalog, vagy ha úgy hozza a sors, akkor tömegközlekedést válasszuk. Ha tehetjük, akkor soha ne a gépkocsi slusszkulcsa után nyúljunk, hanem ténylegesen mindenféleképpen a környezet tudatos közlekedési elemeket válasszuk ki, az előbb felsoroltakat. Péntek délután színes programokkal várták a nyíregyháziakat a Kossuth téren. Itt a sátor alatt egy közlekedési totót tölthettek ki, mellette pedig egy ügyességi kerékpáros akadálypályát alakítottak ki a gyerekek számára. A pénteki esemény azt is bizonyította, hogy népszerű a kerékpározás a városban, nem csak ezen az egy napon. Ezzel közlekedek, ezzel vásárolok, de hobbiból is szoktam menni a sóstóra, a tornapályáig. Minden nap a munkába járok biciklivel, meg a munka mellett még van, úgyhogy még kerékpározok is egyet. Nagyon sokat kerékpárral autóval, de keveset járunk, mert belvárosban lakunk. Ezért inkább kerékpár vagy gyalog. A gyaloglás és a kerékpározás mellett a közösségi közlekedés használatára is próbálták felhívni a figyelmet az autómentes napon. Nyíregyházán az elmúlt 2-3 évben teljesen megújult a szolgáltatás. Új viszonylatok indultak, és sokkal kiszámíthatóbb lett a buszok közlekedése. Így sokszor jobban megéri ezt választani, mint autóba ülni. A városokban és környékükön egyre több autó van, és sokkal több, mint amennyi elfér. Ez pedig egyértelműen torlódásokat, parkolási problémákat és nagyon sok feszültséget szül. És klímaváltozás kapcsán fel kell mérnünk azt, hogy hogyan tudunk a megszokásainkon változtatni, közlekedésben is, és az egyik ilyen, hogyha elkezdjük a közösségi közlekedést használni, vagy akár kerékpározunk, ez gyakran sokkal gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb is tud lenni. Különböző színpadi programok, zenés és táncos fellépők színesítették a délutánt. Európa legnagyobb közlekedési környezetvédelmi kampánya, az Európai Mobilitási Hét és benne az autómentes nap évről évre egyre népszerűbb Magyarországon. Nyíregyháza már 20. alkalommal csatlakozott az akcióhoz. A cél mindenhol ugyanaz, népszerűsíteni próbálják a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. Az idei évi programok mottója a takarékoskodj az energiával volt, ezt hangsúlyozta a város önkormányzati képviselője Tóth Imre is köszöntőjében. Ez a nap az, amikor tulajdonképpen a mobilitás hetét is lezárjuk, vagy tulajdonképpen ezt ünnepeljük, és egy autómentes nap keretében tesszük ezt meg, ami nem azt jelenti, hogy az autókat, a gépjárműveket szeretnénk kiszorítani úgymond a forgalomból, hanem a tudatos közlekedési eszköz kiválasztására szeretnénk a figyelmet felhívni. Az autómentes nap lezárásaként egy kerékpáros felvonulásra várták a bicikliseket délután 5 órakor a Kossuth téren. 3, 2, 1, mintegy 100-an vettek részt a közös biciklizésen. A belvárosból indultak, majd a bújtosítóhoz érve áthaladt a csapat a körúti aluljárón. Mentek egy kört és visszatekertek a belvárosba.
A kerékpáros programok a héten is folytatódnak Nyíregyházán. 6. alkalommal szervezik meg a Bringavárost. Szeptember 30-án összesen 18 helyszínen lehet pecsétet gyűjteni a bicikliseknek a város különböző pontjain, amelyeket be is válthatnak és különböző ajándékokat kaphatnak már 11 pecséttől. A családi nap és szüreti mulatság mellett egy másik lehetőség is fogadta a nyírszülősi lakosokat a közösségi parkban egy hétvégi eseményen. Alkalmi piacot nyitottak a helyi termelők és vásárlók számára. 30 napos engedéllyel nyitott meg Nyírszülősön a zöldség, gyümölcs és vegyes cikkpiac. A véletlen úgy hozta, hogy ez az alkalom egybeesett a nyírszülősi gyerekek és családok péntek délutáni szórakoztató főzőcskézős programjával. Ezt a Gyermekeink 16 alapítvány nevében nyert pályázat keretein belül tudjuk megrendezni. Elsősorban az alsós tagozatos gyerekeknek került megrendezésre, de nyilván szeretettel várjuk a felső tagozatos gyerekeinket is. Az, hogy miért lett megrendezésre kerülve, ezt úgy gondoltuk, hogy nagyon sok év kimaradt abból kifolyólag, hogy sok nehéz helyzet ketté vágta a programokat, és ezt a sok lemaradást szerettük volna bepótolni egy kis közösségi élettel. Ügyességi játékok, kerékpáros verseny, gyöngyfőzés és például bohócjáték várta a program vendégeit a nyírszülősi közösségi parkban. A helyi iskola gyerekei és családjaik a játékos vetélkedő mellett helyi terményekkel, termékekkel is találkozhattak és tervezhették a piac folytatását. Az időpont első véletlenül kapcsolódik össze, hogy indult egy másik kezdeményezés itt Nyírszülőbe, miszerint indítsunk egy piacot, de ez a helyszín ez nem alkalmas arra, hogy igazi piac legyen, ami szabvány szerinti. Ugyanakkor megkértük a nyírvívén keresztül hatósági engedélyeket, és ideiglenesen kísérleti jelleggel elindítottunk egy kis piacot Nyírszülőbe, ami azt jelenti, hogy ki lettek állítva ezek a standok, amelyeket itt a háta mögött lehet látni. Van kézmosó, van WC, tehát alapvető higiéniás eszközök vannak, és a helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt lehet értékesíteni, vagy éppen a használt cikket, ruhabőrzét tartani, lemezbőrzét, ásványbőrzét, bármilyet, és az engedélyek beszerzése, a családi nap megszerzése a mai napon összetalálkozott, és ennek örülök, mert nem egyedül állunk itt, vagy, hanem pezseg az élet itt a nyírszülősi közösségi parkban, egyébként minden nap, tehát a családok nagyon szeretik. A nyírszülősi piac egyelőre október 22-ig üzemel. A település közösségi felületein találnak információt arról, hogy munkanapokon 14 és 18, illetve szombatonként 7 és 12 óra között árusítanak zöldséget, gyümölcsöt, virágot, valamint vegyes cikkeket. Az önszerveződő közösség a tapasztalatok szerint igényli majd a hatósági engedélyeket a jövőben. Több mint 200 táncos érkezik szombaton a Sóstói Múzeumfaluba, ahol ismét megtartják a Verbunk napját. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Összeégett egy 4 éves kisfiú feje Nagykállóban szombat délután. A gyermek az udvarán játszott, ahol a szülei egy gödörben ruhákat égettek. A gyermek ebbe esett bele. A szerencsétlenül járt kisfiúhoz mentő helikopter érkezett. A baleset a Nagykállói Nyár utcában történt. Úgy tudjuk, hogy a gyermek közelében az egyik rokona tartózkodott, aki már csak azt vette észre, hogy a kisfiú beleesett a tűzbe. A balesethez a mentők, a tűzoltók és a katasztrófa védelem szakemberei érkeztek. Információink szerint a gyermek másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Összeütközött egy biciklis és egy személygépkocsi az Rínyilona utcán. A biciklis szerencsére nem sérült meg. A rendőrség a felelősség kérdését tisztázta, mivel anyagi kár keletkezett. Ráfutásos baleset történt az északi körúton. Egy utánfutót húzó kis teherautóba rohant bele egy személygépkocsi. Személysérülés nem történt, a rendőrség a felelősség kérdését tisztázta. Felmarta a 3317-es számú út az autópálya felett átívelő szakaszát a Magyar Közút Nyíregyházi üzemmérnöksége. A Felső Sima és Kálmán háza közötti útszakasz javítása a tervek szerint 3 napig tart. A munkálatok ideje alatt jelzőrök sebességkorlátozás mellett tárcsával irányítják a forgalmat, irányonként engedik az autósokat. Eltört egy ivóvízcső az Egyház utcán. A hiba elhárítás idejére a belső forgalmi sávot lezárták. A reggeli és délutáni csúcs idejére kisebb torlódások is kialakulhatnak az érintett útszakaszon. A szolgáltatást a hiba elhárítás nem érinti.
Több mint 200 táncos érkezik szombaton a Sóstói Múzeumfaluba, ahol ismét megtartják a Verbunk napját, melyről pénteken tartottak sajtótájékoztatót. Idén ezt a táncot a Népmese napjával együtt ünneplik, így igazán színes programokra készülhetnek az érdeklődők. Az élőszavas mesemondás, a táncbemutatók és a táncház mellett a nap folyamán a látogatók részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, mesés térképes játékokon, lesz kosaras körhinta és népi játszóudvar is. No hát egyszer volt, hol nem volt, Operenciás tengeren túl, Üveghegyen is túl, éppek ott, ahol az icike-picike, fekete göndörszőrű maradt túl. Ne keresdi, ebb keresdi, folyónak a partján van egy nagy csorda. De milyen? Hát bolha csorda. Azt, aki az én mesémet nem hallgassa, annak a bolha csordásnak legyen a csordása. Mesével kezdte a sajtótájékoztatót Kácsor Ignác Gabriella. Nem véletlenül, hiszen szeptember 30-a a Népmese napja, így a szombati programok egy része is erről fog szólni. Egy komplex programot állítottunk össze erre a napra. A Népmese nagyon sok tekintetben fontos számunkra, hiszen a Sóstói Múzeumfalu adattárán megyei gyűjtések tömkelege van. Erdés Sándor, a Sóstói Múzeumfalu első igazgatója, nagy mesegyűjtő volt, az általa gyűjtött mesék több formában is publikálódtak, és fontos az, hogy ezt mi terjesszük is. És így jelenik meg a Múzeumfaluba idén az élőszavas mesék folyamán is az, hogy nyírségi meséket fogunk majd mesélni, de bábszínházi előadás is lesz természetesen, a Maszk Bábszínház lesz a vendégünk ezen a napon, és hát estére már inkább a nagyobbakat várjuk egy esti mesekocsmára, amikor tulajdonképpen a felnőtteknek szóló mesék fognak elhangzani, és természetesen táncházzal fogjuk zárni ezt a napot. A Magyar Népmese napját idén egyben tartják a Verbunk napjával, így két folklór vonalat fognak bemutatni. A Verbunk egy 18. század végén kialakult tánc itt Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, amely elsősorban akkor a toborzásokhoz kötődött. Ennek van egy európai hagyománya is egyébként, hogy rezes bandákkal mentek toborozni. Mivel nálunk nem voltak rezes bandák, vagy nem olyan nagy számú rezes banda volt, épp ezért nálunk cigányzenészek mentek és toboroztak. Na most itt szépen lassan az a 19. században az a tánc, ez kinőtte magát, és sok népi elemet használva fel, alakult ki egy olyan páros vagy egyéni tánc stílus, egészen szabad formában is, akár itt a Verbunknál, amelyet a 19. században magyar zenével, magyar tánccal azonosítottak az európaiak. Ebből nőtt ki. Rengeteg fajtája van épp ezért, mert tájegységenként másképp máshogy használták ezt a tánctípust. És nagyon örülök annak, hogy a Nyíregyházi Táncegyüttesek, így a Nyírségnek a vezetésével őrzi ezt a hagyományt. Egyébként repertoárokban mindig benne van valamilyen típusú Verbunk. Több mint 200 táncos érkezik szombaton a skanzenbe. A tréfás verbuválás után tartanak rövid bemutatókat, majd táncba hívják az érdeklődőket. Nem csak Verbunk lesz, hiszen az új stílusú táncainkhoz hozzátartozik a Verbunk mellett a csárdás is. A Verbunk az egy férfi tánc. A férfiak a táncrendben eleinte a 17-18. 19. században ez egy tánckezdő funkciójú férfi tánc volt, tehát minden egyes tánciklus úgy kezdődött, hogy a férfiak bemutatták a tudományukat, és aztán jött a csárdás, és lányokkal, asszonyokkal együtt táncoltak. Később ez kikopott a gyakorlatból, tehát ma már elmegyünk egy lakodalomba, vagy mondjuk 50 évvel ezelőtt, ha elmentünk, akkor nem ezzel kezdődött, hanem csárdásokkal, és közben a szünetben rendeltek a férfiak maguknak verbunkot. Na, ilyeneket fogunk látni itt szeptember 30-án, hogy a férfiak kiállnak majd és bemutatják a saját verbunkukat, vagy csoportosan, vagy önállóan, szólista formában. Délután a falu központban lesz egy nagy gála műsor, ahol több táncegyüttes fog közreműködni. A nap folyamán a látogatók részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, mesés térképes játékokon, lesz kosaras körhinta és népi játszóudvar is. A Cseh Prostejov csapata nyerte a Fátum Kupa női röplabda tornát. A házigazda Nyíregyháza a negyedik helyen végzett, miután a bronzmeccsen nagy csatában maradt alul az Újpesttel szemben.
A hétvégén rendezték a Fátum Kupa női röplabda tornát. Az első meccsen a szlovén Kalcit 3-0-ra verte az Újpestet, így a döntőbe jutott. A második találkozón a Prostajov ellen lépett pályára a Fátum Nyíregyháza. Jobban kezdett a cseh együttes, és korán 5 pontos előnyt harcolt ki. A mieinknél Ivana Jeremics volt ponterős a szett elején, de ő sem tudta megállítani a Prostajovot, így a játékrész felénél tovább nőtt a távolság. A hajrában viszont jó blokkokkal és pontos támadásokkal sikerült több szettlabdát is hárítani, ám a játékrészt így is a csehek nyerték. A második felvonás eleje is a Prostajové volt, ám a Nyíregyháza egyre jobban mezőnyözött, és jöttek a blokkok is. Hinak Kocsics remekül támadott, és vezérletével folyamatosan tartotta a távolságot ellenfelével a Fátum. A végjátéknál csak 4 pont volt a hátrány, de a cseh együttes első játszmalabdáját értékesítve nyerte ezt a játékrészt is. A harmadik szett elején a mieink vezettek, de fordított a Prostajov. Hullámzó volt a játék, 1-2 szép labdamenetet hibák követtek, melyeket könyörtelenül kihasználtak a csehek. Végül 3-0-ra győztek. Amikor már végre beleültünk a játékba, akkor megint történt 2-3 dolog, amiben megint ugyanezt a filót elkezdtünk ott filózni a pályán, és ez most nagyon bosszant, mert tényleg... Azok a dolgok, amiket szerettünk volna, működtek, akkor ha odafigyeltünk, ha koncentráltunk, akkor ott voltak, akkor meg tudtuk mutatni, és tényleg jól működött az egész, csak aztán mindig van egy olyan helyzet, amiben ott elkezdünk, egy kicsit belebonyolódtunk, de valójában agyban bonyolódunk bele, mert meg tudjuk oldani mi azt már, hát az előtte lévő szituációt megoldjuk, a következő szituációkat is megoldjuk, csak mindig az agyunkba bonyolódunk bele, úgyhogy ezen fogunk most nagyon sokat dolgozni, mert valójában esélyt nem adtunk magunknak. A vasárnapi bronzmeccsen a Nyíregyháza nagy csatában 3-2-re maradt alul az Újpesttel szemben, míg a döntőben a Prostajov 3-2-re legyőzte szlovén ellenfelét, így tornagyőztes lett. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is csatlakozott a Szív világnapjához. A szakemberek a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai megelőzésére, valamint a szűrések fontosságára hívják fel ilyenkor a figyelmet. Ezek a betegségek hosszú ideig tünetmentesen zajlanak a szervezetben, ezért a legnagyobb veszélyt a szűrővizsgálatok elhanyagolása jelenti. 13. alkalommal szervezték meg a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem ünnepét, vagyis a szelektív szombatot Nyíregyházán. Játékos ugyanakkor hasznos feladatokkal várták a családokat, akik szép számmal vettek részt az egésznapos programon. A családi vetélkedőnap fókuszában idén is a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése állt. Kerékpáros felvonulással ért véget a nyíregyházi autómentes nap, péntek délután közel 100 bicikliztek a belvárosban. A kezdeményezéshez 20. alkalommal csatlakozott a Szabolcsi Vármegye székhely, ahol zenés sportos programokkal, ügyességi kerékpáros versennyel és egy közlekedési totóval várták a városlakókat a Kossuth téren. Az ezévi programok mottója a takarékoskodj az energiával volt. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!